szerelem csütörtök boltjába beszaladnak a vevők csütörtökön. Ez hát a szerelem? Kérdezik. Ez hát, mondja a boltos. Nem tévesztette el a naptárt? Nem, hát, mondja a boltos. Mosonyi Alíz gyerekeknek és felnőtteknek szóló könyveiről fogunk beszélni. A kettő nem zárja ki egymást, egyszerre élvezheti nagy és kicsi. Déri Tibor díjas, Ibi életműdíjas, valaha újságíró, dramaturg és író. Azért esett rá a választásunk, mert szerintünk egy különleges ízt képvisel. Nem találtuk párját a kortárs palettán. Hogy találkoztál vele először? Hát természetesen gyerekkoromban történt az eset. Konkrétan az Orvoló című mű az nálunk kultikus mű volt, tehát olyan kult könyv volt, mint mondjuk a Janikovszki Ivánnak a könyvei, tehát vagy akár Lázár Ervin, tehát hogy nagyon fontos. A szókincsünkbe úgy bekerültek az Orvoló fordulatai, mint mondjuk a Tanú fordulatai a mai köznyelvbe, tehát a teljesen alapélményem nekem az a mű. Ami a legerősebb élményem Mosonyi Alíz szövegeivel, hogy korba behelyezhetetlen, vagy kicsit ide is tartozik, kicsit oda is, mint ahogy ez a régi kisasszony, ugye az autós meséinek a főhőse, hogy valahogy van egy klasszikus íze, és van egy nagyon mai íze is. Az újabb meséi, tehát például ez is, vagy a szekrény mesék, ott olyan, mintha az ember Eszterházyt olvasna, hogy az egy nőt. Hogy nekem is az egy nő jutott eszembe, persze, hiszen ugye rövid kis mini novellákból állnak ezek a kötetek, és visszatérő elem az, hogy egy refrénnel kezdődnek, ahogyan az Egy nő című. Hát az Orvoló ebből a szempontból azért ez egy korábbi mű, tehát ez egy összefüggő történet. A ló már nem rendes orrú. 8:45-kor leért az utcára és elindult a páros oldalon. Ugyanis hétfőn, szerdán és pénteken mindig a páros számú házak előtt sétált, hogy megtanulja a páros számokat. Kedden, csütörtökön és szabaton pedig a páratlan házak előtt, hogy a páratlan számokat is megtanulja. Szombatra ment is az egész, de vasárnap mindig összezavarodott, és hétfőn újra kellett kezdenie. Ezen nem lehet segíteni. Éppen vasárnap ne menjen sétálni. Miért szereted ezt a mesét? Mert ez egy igazi mese, nem? Hát egyrészt szerintem nagyon fontos dolgok vannak benne. Tehát ez a kicsit elemelt, az abszurdba elemelt dolog, hogy van egy ló, akinek egy pelikán a barátja, meg az, hogy van egy villamos vezető, aki senki nem száll fel villamosára. Ezek az egész el van emelve természetesen, amit az ember úgy él meg, hogy tehát ez valami marhaság lesz, mondjuk így. De aztán, mikor az ember elkezdi olvasni, akkor kiderül, hogy ez nagyon, nagyon aktuális. Ez az egész, hogy az ember, vagy az a lónak ugye hirtelen hosszú orra lesz, ami egyébként egy ismerős irodalmi motívum, tehát ez az orr téma, ez nem Mosonyi Alízzal került be az irodalomba, hanem hát mondjuk Gogollal, vagy... És akkor ez lesz az akadály, amit ugye le akar küzdeni, de kiderül, hogy az akadály nem is akadály, csak meg kellene találni a hasonszörű lényeket. Igen. Hát ez egy, tehát így első ránézés, ez egy egyszerű ilyen felnővés történet, vagy az öndefiníció, hogy most majd ilyen fellengzősen beszéljünk. Ez a mese, ami meg van írva, ez elsősorban nem a cselekmény miatt izgalmas szerintem, hanem ami nagyon finom nyelvi játékok. És hogyan jellemeznéd miatt ezeket a mondatokat? Milyen a Mosonyi mondat? Hát egyrészt a mondat nagyon-nagyon finoman megmunkált. Nagyon játékos, tehát egyedi szóalkotások vannak benne, amiket az ember nem érzi idegennek, mert annyira vicces és beleillik az egész műbe. Az én kedvencem az Illemtan gyerekeknek, amelyik 2006-ban jelent meg, és ez rájátszik a régi Illemtan könyveknek a műfajára, elemeli kicsit, és hát rengeteget nevettek rajta a gyerekek, akiknek felolvastam.
és szállóigévé vált az a mondat, hogy a régi-régi kis Alfonz az ő régi-régi kis anyukájának miket mondott, illetve mit tett a régi-régi kis kezével, és mit hova törölt bele. Úgyhogy ezen nagyon jól lehetett múlni. Neked melyik a kedvenced az orrolón kívül? Nekem a Mosonyi Aliz élményem az igazából az orroló. Tehát olvastam a többit is, de valahogy semmi nem tudta überelni ezt a művet. Nem volt olyan érzésed a novella meséit olvasva, akár a magyar meséket, akár a boltos meséket, hogy az már kevésbé fölfogható gyerek perspektívában? De. Hát ez szerintem ez az egész magyar irodalomtörténetnek, hogy a 20. század vége felé járunk ezekre a művekkel. Ez egy izgalmas probléma, hogy a történet hogyan szűnik meg, és hogyan változik, vagy hogyan születik meg valami új. Ez azt hiszem, hogy Mosonyi Aliz életművét nézve, az orrolót, hogyha kiinduló pontnak tekintjük, akkor valami olyasmi alakul itt ki, ami a gyerekektől való eltávolodásra is jár. Felnőttek irányába pontosan. Igen, és ez izgalmas, hogy próbáljuk gyerekkönyvekként olvasni ezeket, de hát a gyerekeknek is biztos nagyon izgalmasként mágikus élményt adnak ezek a szövegek, de azért a történet az nem elhanyagolható szempont, azt hiszem. Ez olyan cuki ez a könyv, vicces kis történetek vannak benne. Elég rövidkék, de pont azért érdekes, és ilyen aranyos kis rajzok vannak benne, hogy így minden érdekessé válik az olvasás, amikor ezt olvasjuk, mert így közben így forognak a vonalak, olyan aranyos, hogy a hosszú orruló, nyelvtörő is egyben, és ezeket itt láthatni, hát, hogy mind elképzelik. Úgy nagyon érdekes. A H. Ágnes meg a Mosonyi Aliz kettősnek az orruló azt hiszem a legjobban sikerült műve, tehát később is dolgoztak még együtt, de itt valami olyan összhang van, nyomdatechnikára, meg egyáltalán ilyen látványra annyira szépen ki van dolgozva, és ezek a illusztráció, meg a szöveg olyan szinten egymásba illeszkednek, és hát egyszerre képi mind a kettő végül is. Tehát a szöveg is úgy van szedve, ezt a képi gondolkodást. Van egy kis képregény hatása is, de a lényeg az, hogy ugye a szöveg közé folynak a rajzok, és ezek a rajzok szerintem gyerekszerűek. Vagy igen, gyerek hát én örülnék, hogyha egy gyerek így tudna rajzolni. Tehát ez egy izgalmas dolog, mert ugye ez a pont szerintem ez megint egy játék, hogy egy illusztrátor úgy tesz, mintha ez gyerek rajzolná, igen. De hát látszik, hogy nem gyerek. És ez szerintem ez megint pont a gyerek műfajnak ez egy ilyen izgalmas kísérlete. Igen, de körvonalakat látunk, és mintha egy vonallal rajzolt figurák volnának. A rossz napok boltja. A rossz napok boltjában leülnek a vevők és várnak. Mire várnak, kérem? Várunk, mert most még jó. Ahogy itt ülünk és várunk, de jönnek majd a rossz napok is.